Tényleg motelnek tűnik. A határról? Hallott már Frederick Turnerről? Soha. Történész volt a fickó. Kb. 100 éve kiötölt egy elméletet a határról. A határvidék egyfajta biztonsági szelep, távol tartja az embereket a tébolytól. Szóval mindenki, aki nem tudta elfogadni a szabályokat, ütődöttek, különcök, vadócok, mind elmentek a határvidékre. Így jött létre Amerika. Az összes európai bajkeverő átköltözött a határa. Így jöttek létre a gyarmatok. Akinek ez se felelt meg, nyugatabbra ment. Így került a legtöbb beszélős Kaliforniába. Turner 832-ben meghalt. Így aztán nem láthatta, mi lesz a világgal, amikor megszűnik a határvidék. Azt mondják, az agynak is van határvidéke. Mennek, hogy felfedezzék a szesz és a drogok csodás világát, de az nem ugyanaz. Ezzel megint csak becsapjuk önmagunkat. Aztán létrehoztuk a számítógépek hamis világát, ami lehetővé teszi, hogy áltassuk magunkat. Államszolgáltatás. Na és az űr? Az utolsó határvidék? Az űrszekerek nem az űr, csak a tévé. Rohadt jó kis határvidék. Különben is hányan pakolnak össze és költöznek át? Nem, a határvidék itt van. A 60-as úton. Azért hozták létre, hogy az emberek, akik kicsit mást akarnak, eljöhessenek. Ez tényleg igaz, Mr. Cody? Ha nem igaz, találjuk ki.